A 90. születésnapját ünneplő Erdélyi Lajos fotóművész Kettős kisebbségben című életmű kiállítása nyílik meg holnap délután 5 órakor Marosvásárhelyen a Várban, a Szűcsök bástyájában. Ugyanott a város Pro Urbe díjával tüntetik ki a neves fotóművészt. Kiállításra készítik elő Erdélyi Lajos fényképeit a Bethlen Gábor Művelődési Egyesület tagjai. A Marosvásárhelyi vár Szűcsök bástyájában olyan kor dokumentumokat láthat a közönség, mint a Kós Károlyt, a fiatal Sütő Andrást vagy a mosolygó Kemény Jánost ábrázoló portréfotók. De közszemlére kerül a zsidó temetőket bemutató Júda oroszlányai címet viselő sorozat is. A viszontagságos életutat bejárt fotóművésznek azok az emblematikus képei kerülnek reflektorfénybe, amelyek a 70-es években alakították az erdélyi magyarok kulturális tudatát, identitását. 30 alkotó, erdélyi magyar alkotó portréfotóit, ezek között mindenik a már korábban ismert volt, de most itt eredeti formájában látjuk. A második vonulata az a zsidó temetők művészetének a 11 képe. Erdélyi Atlantis címmel azok a képek kerülnek a falakra, amelyek Bözödújfalu 1988-89-es eltűnésének drámáját, sorsait jelenítik meg. Szombaton Erdélyi Lajos Bennünk a nagyvilág portréfotók és interjúk című fotóalbumát mutatják be.